Tóth Péter Lóránt vagyok, kunszentmiklósi tanár, versvándor. 25 évvel ezelőtt a magyar tanárom egyik órán kezembe adta a Borino-teszt. Akkor gyermekként megfogadtam, hogy egyszer bejárom a költő és a bori munkaszolgálatosok utolsó útját. Ez a film Radnóti Miklós magyar költő és a háborúk névtelen áldozatainak kíván emléket állítani. Lélek vagyok. Élni szeretnék. Menjünk, hogyha 2, 4, 6, 8, 10, 11, 15 kutya. Dobrán. Szia! Láttam itt egy idős urat, aki sok mindent tud mondani a fűről, igen. Radnótiról. Igen, gyere! Dobrán, dobrodošli! Péter Tóth! Drágom, ilyen, ja sem ráde! From Hungary, from Bor! Iz Bora za Magyarsku, ja? Da. Drágom, ilyen. Miklós a Radnóti. Da. Lager Heidenau. Je upravo ovde preko puta bio. Aha. On je tu boravio. Lager? Da. Tu je bio, tu je boravio. I toliko znam o njem. Mhm. To mi je talent. Barak? Da, bilo je baraka. Gde su oni boravili, gde su tu su imali vode, gde su pili, to je to. Aha. I radili su danonoćno, znači bez pardona. Radili su na izgradnji puta, dalekovoda i na izgradnji pruge. Megmutatja, hogy hol van? De hol itt? Hol kezdődött a tábor vajon? Itt kezdődött a tábor? Itt láger? Da. Aha. Evo, vidite, kod ova tri drveta, vidite. Ovo drvo i ono tamo. Tu postoje betoni, ravno je. Iskopano je, možeš da odeš da vidiš kako to stoji tamo. Znači, to je tamo, tu, na tom potezu. Aha. Evo, to je tu bilo. Možda je bilo nešto i naviše, ali tu su ostaci. Znači, to još uvijek postoji tu. I baraki? Da, tu su bile barake, da, tu su se pružile barake. Me kene meni. Bar úgy tudom, hogy nem marad semmi egyébként. Már hogy ilyen építészet. Azt hallottam, hogy valamelyik, ez azt magyarázta, hogy valamelyik fának az ajzatánál volt a tusoló. Tudod? Azt tudom talán. Aha, hala lépo. Nema na čemu, prijatno i srećen put. Ah, hala. Živeli, vidimo se do godine. Oké. Szabolcs, figyelj csak, be kéne mennünk szerintem. Nézzünk be legalább, ha már itt vagyunk. Vigyázz az úton. No, hát akkor itt lehetett a tábor. És nézd meg, hogy úgy is néz ki az egész terület, mint hogyha körbe végig fák, és mintha itt valami síkvidéken lettek volna épületek fölépítve, de mondjuk nem találtunk semmi olyat, ami ráutaló nyom lett volna. Olvastam, hogy nagyon-nagyon kemény szabályok voltak, tehát tilos volt a zsebbámba használat. Mondjuk ez nyilván, mert ugye a környék tele volt már szerb partizánokkal. Akkor könyvet, újságot, hogy nehogy bármit ott, hogy megtudjanak, azt is tilos volt olvasni. Tilos volt beszélgetni a környék lakosságával, tilos volt az ételt eladni, megvenni. Képzeld, tilos volt tisztelegni a birodalmi német katonáknak, mert hogy így van, zsidók tiszteletadását nem viszonozzák. Igen. Őrület. Hát ez egy fejreállt világ. Azt is tilos volt mondani egymásnak, hogy bajtárs. Igen. Mert ez nem levelet, volt, mert az nem volt baj itt lenni. Vagy levelet küldeni, vagy bármi. És tudod, 5 órakor kezdték, 5-kor volt az ébresztő. Akkor
kőletakarítás reggeli, és akkor 6 óra 30-kor indultak a munkára. Na most úgy tudom, hogy valahol lent, itt kellett valahogy a völgybe lenni, vagy a másik oldalon, hogy a vasútépítés, ez a kő, meg ezek a munkálatok. Igen. És azt hiszem, hogy 7 órakor kezdtek, délben volt egy kis ebédidő, és utána este 6-kor járt le a műszak. És ugye mindezt úgy, hogy fapapucsokba csúszkáltak, a fa krumpák, nem is krumpákba, csak egy fatalp és rajta egy szíj, hogy megint csak a szökést megelőzendő, hogy azzal ne tudjon futni. Használhatatlan, igen. És a rémhírek folyamatosan, az RH-k, ahogy igen. Szokta rövidíteni a Radnóti. Na most állítólag a legpokolibb helyzet az lent volt Borba, mert ugye ott voltak leginkább közel a németekhez igen. Közel. Itt azért már a partizánok közelébe, szóval a keretlegényeknek is kellett egy kicsit, hogy is mondjam, valahogy idomulni, vagy úgy figyelni a foglyokra, hogy bármikor meglepetik őket a partizánok, és akkor valahogy menteni kell az írhájukat. Szóval itt egy kicsit talán a Radnótiéknak a táborába egy picit könnyebb volt az élet, mint Lentborba. Nem véletlenül volt a háborúnál is a legveszekedettebb kiképzőtisztek, többnyire hátulról kapták a golyót a csatába roham közbe. Igen. Mert büntetett a sors. És ugye ott is, amikor Borba kerülnek, valameddig még emberséges, aztán jön a Maráci, hogy a neve ne vesszem. Marányi Ede. Aki iszonyatos dolgokat művel, a kikötések, a ételmegvonás, a fogda, tehát ott is lehetett a poklot még fokozni, és lehetett itt viszonylag emberséges körülményeket teremteni. Augusztus 29-én, tehát 75 éve volt augusztus 29-én, tegnap előtt valahogy, amikor följöttek Borból a keretlegények egy teherautóval, és elkezdték levinni a tábort, mert hogy jött a front, ahogy beszéltük tegnap este. És itt ezen az úton mentek végig, egészen odáig, ahol nekünk ki kellett volna jönni első nap, igen. A Szenivré, tudod? Igen. És ezen az úton, vagy ezekből az élményekből írta meg aztán az erőltetett menetet Radnóti, és leérkeznek 30-án, megírja az első Razlednicát, és szeptember 17-én már indulnak visszafelé. Igen. És az első estét azt itt töltik. Igen. Tehát a barakba, amit egyébként már addigra fölrobbantanak a keretlegények, szóval itt ülnek összekuporodva az a 3200 ember, és ha jól emlékszem, azt írták, hogy az eső is esett akkor, tehát olyan borzasztó időjárás volt, és amit még lehet, még bocsáss meg, hogy itt a szabadba vágtam, és elmondom, hogy tudod, az első lépcsőbe indul, ezt is beszéltük talán tegnap előtt, vagy tegnap, és amikor jön a második, azok idáig jutnak, és itt felszabadítják a partizánok őket. Látod, esteledik, és a szöges dróttal beszegett vadtölgykerítés, barak, oly lebegő, felszívja az este. Rapságunk keretét elereszti a lassú tekintet, és csak az ész, az tudja a drót feszülését. Látod-e, drága, a képzelet itt, az is így szabadul csak. Megtöretett testünket az álom, a szép szabadító oldja fel, és a fogolytábor hazaindul ilyenkor. Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok, Szerbia vaktetejéről, búvó otthoni tájra. Búvó otthoni táj. Ó, megvan-e még az az otthon? S bomba sem érte talán? S van, mint amikor bevonultunk? S aki jobbra nyöszörg, aki balra hever, hazatére? Mond, van-e ott haza még, ahol értik-e hegzametert is? Ékezetek nélkül, csak sort sor alá tapogatva, úgy írom itt a homályban a verset, mint ahogy élek. Vaksin hernyonként araszolgatván a papíron. Zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a lágerőrei, s posta se jön. Köt száll le csupán barakunkra. Rémhírek és férgek közt él itt. Francia, lengyel, hangos olasz, szakadár szerb, mél a zsidó a hegyekben. Szétdarabolt lázas test, s mégis egy életet él itt. Jó hírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsot.
s várja a véget, a sűrű homályba bukót, a csodákat. Fekszem a deszkán, férgek közt fogoly állat. A bolhák ostroma megújul, de a létsereg elnyugodott már. Este van, egy nappal rövidebb. Lásd újra a fogság, és egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra rásüt a hold, s fényében a drótok újra feszülnek, s látni az ablakon át, ahogy a fegyveres őrszemek árnya lépdel a falra vetődve az éjszaka hangjai közben. Alszik a tábor. Látod-e, drága? Suhognak az álmok. Horkan a felriadó, megfordul a szűk helyen, és már újra elalszik. S fénylik az arca. Csak én ülök ébren. Félixi cigarettát érzek a számban a csókod íze helyett, és nem jön az álom, az enyhet adó, mert nem tudok én meghalni se, élni se, nélküled immár. No, megyünk. Szabolcs! Még azért azt el akarom neked mondani, hogy szóval köszönöm, mert amikor diákként Radnótiról engem tanítottál, akkor soha nem gondoltam volna, hogy itt a Láger Hajdanóban mi közösen együtt itt fogunk lenni, meg verset mondunk, és hogy itt leszünk. Úgyhogy köszönöm, barátom. Száj meg rékatni. Én készítettem, hoztam ilyen nemzeti színű szalagokat, jó, hogy az úton több helyen az zarándoklatról tegyünk, úgyhogy igen. Akkor ez az első, igaz? Így van, igen. Látom, a mások is raktak. Van itt egy elporlat koszorú. Amit is ír ez itt, hogy szervül. Példakép erős fa legyen. Ezen a helyen tartották fogva több ezer társával 1944 nyarán Radnóti Miklós 1909-1944 magyar költőt. Oké. Okay. Szép. Szabolcs, akkor Zsagubicába találkozunk, jó?
Nagyon meleg van. Nagyon meleg van. Most nem spórolunk ezzel, ne haragudj. Ez az. Ó, ez nagyon jó eset. Ó, de jó hideg. Na, ebben még pár tiszta víz, de... Ez az. Uh-huh. Pont mögöttünk lesz majd a kávézó. És akkor oda átfizünk egy... Szóval az a helyzet, hogy ma Zsagubica, de egy nap lemaradásunk van. Úgyhogy Krepolin, az mennyire van? Krepolin 22. 22? Zsagubica, Krep 23. 23. Tehát, mint a most indul a nap, aki megcsinál 23-at, az lehetetlen. Uh-huh. Az lehetetlen. Hát te, akkor egy 15 kilométert meg kéne csinálni. Jó. Jó. Ja. Hát voltunk ma Lágerhajdenauba, és most pedig Zsagubica. Mert hogy tudod, a versek után igen, úgy ilyen volt, hogy Lágerhajdenau, Zsagubica felett a hegyekbe. Ez Zsagubica. Hát egy kis szerb falu ez tulajdonképpen, nem? Hát, kis város. Ilyen 4-5 ezeresnek nézem én föntről, igen? Ahogy látszott, igen. Azt láttad-e föntről, hogy még milyen hegyek vannak arra, igen, amerre megyünk? Igen. Mert én most töltösült bennem. Én azt hittem, hogy most már sík. Lankásabb, igen. Nem. Van ott még meredek. Azt, én szerintem ez így fog menni a Dunának a szakaszáig, uh-huh, a Duna völgyéig. Nagyon jól haladtunk volna, hogyha nem lett volna az első nap. Az a mínusz 23, igen, hogy így mondjam. Igen. Akkor nagyon jól haladtunk volna. Direkt így akartam az elénytől, hogy keveset menni, uh-huh, ilyen 20-25 kilométereket. Tartalékot hagytál. Így van, és akkor aztán majd a 30-akat később, de eljössz. Nem lehet. Most ugye eddig jöttünk ma 20-at a szállástól, és így mennünk kell 15-öt. Igen. Ahhoz, hogy... Hogy a holnapi nap... Hogy valami legyen. Reményteli legyen. Ide a fűre. Hálás lesz érte. Lágerhajdenau, Zsagubica fölött a hegyekben. Jó van. Na. Jó van, Szabolcs. Akkor légy szíves a vizet. Okay. Azt intézd már meg, légy szíves, vegyél nekem 2 másfél literes ilyen hideg szénsavasat. Azt a pirosat, igen. Oké. Okay. Na. Ájde, szevasz.